19. 20. 21, ez az. 22, igen. Fili. 23, ez az. Hagyszerű főnök. Fili. Fili, tudom, hogy itt vagy. Ó, hát gazatasszony. Megölöm. Esküszöm, hogy megölöm. Hogy merted? Menj haza, Miranda, csak rontasz a dolgokon. Miranda, ez birtokháborítás. Menjen a csudába, a maga ostoba. Távozzunk, kérem, zavarja a vendégeket. Ha még egyszer hozzáér, nagyon meg fogja bánni. Tűnjenek el a birtokomról, mind a ketten. A maga birtoka, ha. Jöjjön, hazaviszem. Vigyázzon, Luke fiú, mert nagyon kihúzza a gyufát. Persze, persze. Ezt akarja, ugye? Hé, hé, gyerünk! Gyerünk! Legjobb, ha gyorsan eltűnnek! Tűnjenek már el! Elmebaj! Méregtelenítésre jössz, és a pórusaidból is sajtburger áll. És az a négy üveg bor, amit tegnap benyakaltál, az semmi? Csak három volt. Ez az, Carter, tovább, úgy, csak menjenek tovább. Gyere, haza a fejét! Úristen! Hagyja, Carter! Uram, teremtő. Jöjjön! Jöjjön! Nincs semmi bajuk, Mrs. Pottinger. Igazán csinálhatna valamit ellenük! Menjenek! Fogják a koszos pénzüket és húzzanak haza! Igyekszem, Mrs. Pottinger, ne aggódjon. Igyekszem. Kisvárosi gyilkosságok. Halál a lebegőkamrában. Szöveveli gyógyszálloda, az önnyugalma a miénk. Magyar hangok. Újréti László. Juhász György. Törtei Tünde, Csík Csaba Krisztián, Kassai Károly, Cvetkó Sándor, Orosz Anna, Versényi László. Borbás Gabi, Kovács Nóra, Frajt Edit. Vagyok. Hogy érzi magát? Elég jól. Miben sántikál? Semmi különös. Meséljen, Carter. Jöjjön, nézze csak. Rémálom, asszony. Rémálom, asszony, egy kis meglepi várja. Mit talált ki? Az elmélkedés kertje. Csendet kérünk. Az önnyugalma a miénk. Hogy értsem ezt? Feszültségoldó hétvégére jöttünk, de semmi értelme sincs, ha örökké lamentálsz. Nincs szükségem feszültségoldásra. Vigyázz! Gyerünk hazafelé! Gyerünk gyorsan! Hát ez... Mi lesz már? Na gyerünk! Hazafelé! Gyorsan! Vigyázz! Uram, jobban is figyelhetne. Maga is. Menjenek el, nincs itt semmi érdekes. Ellopják a pénzüket és az egészségüket. Tűzzenek el, míg nem késő. Ez meg mi volt? Nem tudom. De már is egyre nyugodtabb vagyok. Semmi baj, Mrs. Pottinger. Minden rendben, Mrs. Pottinger. Itt nincsenek birkák.
Mégis mióta vagy te allergiás a birkákra? Még itt vagy? Májos. Tudna adni nekem valami idegnyugtatót? Javasolnék egy nyugtató masszást, aztán egy szundit. Úgy tűnik túléli, én elmentem golfozni. Majd hétfőn érted jövök. Csak tűnj már el! Higgy el, hogy nagyon sajnáljuk, Mrs. Pottinger, nem fog előfordulni. Azt ajánlom is. A szívem úgy zakatol, mint a vonat. Ez Carter Smithnek köszönhető, és a barátnődnek, Mirandának. Beszélek vele, Luke. És mire megyünk vele? Új vendégek. Utoljára mondom. Tedd helyre. Vagy én teszem. Isten hozta önöket a Swevely Hotelban. Főnök! Főnök! Főnök, beszélhetek magával? Minek a szemüveg? Szembe jött egy ajtó. Hát ez remek. Hallottam valamit az ivóban. Csodás. Aranyat ér, főnök. Méghozzá tuti helyről. Folytassa. Lepjen meg. Mirandáról szól. Mi újság van Mirandával? Volt egy kis gond a kóbor birkák miatt. Észrevettük. A vidéki élet gyönyörei. Na de hát ez a szoba, ez igazán bájos. Ha kirámultak, várja magukat dr. Demby, az orvosunk. Segít megtervezni a kezeléseket. Ha bármi probléma adódik, csak kérdezzenek. Köszönjük. Köszönjük, már előre örülünk. Örvendek. Reflex masszázs a Himalája gyógyfüveivel. Jól hangzik. Mi baja a karodnak? Mi? Masszázsok, Himalája gyógyfüvei. Ez nem nekem való, Joyce. Tudom, hogy aggódsz az alkalmassági vizsgálat miatt. Nem aggódom az alkalmassági vizsgálat De miatt. De igenis aggódsz. Látom rajtad. Azt hittem, hogy ez segít. Nem segít. Mondok valamit. Ma éjjel itt leszünk. Holnap veszel egy kezelést, és ha még akkor se tetszik, akkor hazamegyünk. Rendben? Rendben. Mit akarsz csinálni a születésnapodon? Micsoda? Hát hol van az még? 2 hét múlva lesz. Nem akarok semmit a születésnapomon. Tom, mi bajod? Látom, hogy valami bosszant. Semmi se bosszant, Joyce. Remekül érzem magamat. Sose voltam jobban. A vörös ház. Birkák! Csak is egyféleképpen kerülhettek oda. Magáról beszéltem. Tibi, jól van? Nem vagyok jól. Egyáltalán nem vagyok jól. Hála magának. Nekem? A birkáknak, Carter! Miféle birkák? A birkák az elmélkedés kertjében. Mi konyhakertnek hívtuk, és zöldséget neveltünk benne, emlékszel? Örültem a csevegésnek, hölgyeim, de sajnos el kell mennem. Talán hazamegy a családjához? De még mennyire? Adjő! A birka az semmi, de ez mi? Egy ügyvédi levél, mely szerint nincs jogom a saját házamat megközelíteni. Ez Luke műve, nem az enyém. Ne hárítsd másra. Mit vársz tőlem, amikor el akarsz szabotálni mindent, amit csinálok? Ne tégy úgy, mintha nemes vállalkozásba fogtál volna. Ez paradicsom volt, míg fel nem dúltad. Te meg ahogy is hívják. Luke-nak hívják. Ki akartok piszkálni a házamból? Senki nem akar kipiszkálni a házamból. De igen, a férjed. Csak békességet szeretnék, hogy írhassa. Azt a híres regényt 30 év alatt se készült el, vajon miért? Mert nem létezik Miranda, csak a képzeletedben. A legrégibb barátom vagy, Phoebe. Akkor hallgass meg. Igaz, Luke ki akar piszkálni téged, és mindeddig képes voltam visszafogni. De ha nem hagysz fel ezekkel a gyerekes csinytevésekkel. Ennyi. És tarts távol Carter Smith a hoteltől. Kitty Pottinger halálra vált a birkáktól. És nehogy nálatok halljon meg, igaz? Míg Luke meg nem szerzi tőle a pénzét. Tehát hamarosan
Itt az ideje az alkalmasságinak. Igen, a jövő héten. Úgy hallom, le akarnak rázni néhány idősebb tisztet. Nyugdíjazással. Ön nem fontolgatja? Hogy én? Dehogy, mag egészséges vagyok. Évek óta nem láttam az orvosomat. Ezt örömmel hallom. Habár a vérnyomása egy kicsit magas. Tényleg? Igen, csak egy picit. Teljesen felesleges az aggodalma. De ha indokot keresnek a nyugdíjazására, szedhetne rá valamit, hogy levigye, de meg kell kérdeznem... Azt, hogy szedek-e orvosságot? Pontosan. Keresse fel a házi orvosát, ha hazamegy. Addig is húsmentes, alacsony sótartalmú diétát írok elő. És persze nem ihat alkoholt. Egyáltalán? Vegyen egy jó masszást. Egyen, aludjon, lazítson, és nem lesz gond az alkalmassággal. Tehetek még önért valamit, Mr. Barnaby? Igen, van ez a lüktető fájdalom a karomban és a lábamban. Olyan, mintha vándorolna. Fájdalom? Igen. Ha bármire szükségük van, csak szóljon. Oh, köszönjük. Mrs. Fox, milyen elragadóan néz ki. Luke, igazán köszönöm. Joyce, ez micsoda? Serpenyős tofu, proteinbomba, és teljesen koleszterinmentes. Találkozunk is. Új vendégek, mi? Mi van? Magát is tofura ítélték. Adok egy tanácsot. Menjen át a krikettezőbe, barátom. A város ivója. Jó sört csapolnak. És a legjobb marha szelet várja az egész környéken. Kenny, ez nagyon jól hangzik. A leves egy igazi különlegesség. Bajban vagyok. Miért? Golfozni akartam, de a barátaim cserbe hagytak. Az asszony azt hitte, hogy szalma lesz a hétvégén. Te mit csináltál? Beszélgettem velem. Joyce. Miért velem beszélgetsz? A születésnapomról. Igen. Szeretnék mondani valamit. Milyen otrom a bajankó vagy? Ez a vihetetlen. Semmi baj, ne aggódj. Istenem. Uramtőzzük, nincs sem. Hogy nem direkt csinálni. Nyugodjon. Te hagyj, Kenny. Tényel azt. Semmi baj. Ne is lássa. Semmi baj. Jó, én elmentem. Ó, ezt nem hiszem el. Hát megyek az ivóba. Asszonyom. Istenem, ez hihetetlen. Na, hagyjuk. Tegyen rendet, kérem. Minél előbb. Ó, micsoda nyugalom. Hogy merészeltél faképnél hagyni engem? És azt honnan vetted, Kenny? Azt hittem, te vetted. Hogy te milyen hazug vagy? Inkább így áll egyet az Isten szent szerelmére. Jó. Majd holnap kezdem a méregtelenítést. Végre! Ez okos beszéd. Egészségedre, drágaságom. Dugd el az üveget! Gyorsan, gyorsan, dugd el az üveget! Bocsánat. Jó estét! Mm-hmm.
El fogsz késni a kezelésről. Én a lebegőkamrába megyek. Már régóta szerettem volna kipróbálni. Téged pedig vár a forró lávaköves masszázs. Jézusom. Ne feledd az alkut. Addig nem mész haza, míg ki nem próbálod. A víz csak 25 centi mély és erősen sós, abban könnyű a lebegés. Ez fenntartja a fejét. Általában egy órát javasolunk a teljes hatás kifejtéséhez, és csupán fél homály van odabent. De ha akarja, fejjebb állítom a fényt. Ó, a sötétség nagyon megfelel. Jót tesz a lazításnak. Köszönöm. Először illatos olajjal bekenem a hátát. Aztán elhelyezem a köveket a csakrákon. Ami csodán? A csakrákon. Az energiaközpontokon. Hölgyem, mit is mondod, hogy hívják? Felhő. Felhő. Hát ne vegye rossz néven, de inkább kihagynám a forró köves kezelést. Kérem, ne menjen el. Különben be kell jelölnöm, hogy nem történt kezelés. És az miért baj? Mert akkor nem fizetik ki nekem. Megkérem, hogy üljön le, és lazítson. Van Mozartja? Bonbont szeretnek? Ja, nem, köszönöm, nem. Megnézem az auráját. A mi csodát? Én látom az aurát, erre nem mindenki képes. A magáé elég zavaros. Talán a csakrák nincsenek egyensúlyban. A korona csakra a szellemi energia központja. A magáé le van zárva. Tényleg? Közeleg a születésnapja. Mindenkié közeleg. De ez hamarosan, egy hét múlva lesz. És ez a születésnap szorongató érzés? Nem vagyok stresszes. Valami köze van az apjához. Tessék. Mr. Barnaby, elnézést kérek. Borzalmas dolog történt. Remélem, hamar végezzük. Igen, asszonyom, mindent elkövetünk. Biztos, hogy jól vagy? Igen. És te jól vagy? Egy pillanatra azt hittem, hogy veled történt valami. Jól van, Mrs. Barnaby? Teljesen. Nyugodjon meg. Most pedig veszek egy alapos forró fürdőt. Na, kérem, ne pityerek ilyen. Tehát az elhunyt neve Kitty Pottinger. A férjével Kennettel volt, aki nincs sehol, és a kocsija sem. A bőre alapján 6-7 órát lehetett a vízben. A víz 25 centis, erősen sós, ahhoz elég, hogy megfulladjon. Tekintsük gyanús körülménynek. Az a kérdés, hogy élte, amikor elmerült. Küzdelemnek semmi jele nincs. Holnapra többet fogok tudni. Ó. Uram. Igen, legjobb lesz, ha felöltözöm. Ne siessen. Ha úgy vesszük, maga nincs szolgálatban. Én vezetem a nyomozást, nem? De igen, maga vezeti. De, uram, csak vicceltem. Én viszont komolyan mondtam. Jones, komoly felelősség van magán. Egy üres vodkás üveg. Mobil.
Van rajta egy üzenet. Hajnali 3:43-kor jött. Szép. Sok női ruha van. Férfi ruha nincs. Csak egy táska. Benéz a fürdőszobába? Itt sincs nyoma a pasasnak. Várjunk csak. 10 mg temazepám üres. Kitty Pottinger neve a címkén. Most mi legyen? Maga vezeti a nyomozást. Mondja meg. Beszélek a tulajjal, hogy zárva tartják-e éjszakára a lebegőkamrát. Maga pedig kérdezze meg a helyi dokit, hogy ő írta-e fel. Igen, uram. Jó. Jó. Ezt elérhette volna. Tíz perc szünet, addig gyakorolja a szervát. Rendben. Erről nem szeretnék beszélni, kérem. Pedig kénytelen lesz, Dr. Denby. Rendőrtisztként kérdezem, nem vendégként. Nos, Pottingerék mindketten sokat ittak. Különösen Kenny. Méregtelenítéssel jártak ide, de Kenny egy-két nap után ráunt és átment a helyi ivóba. Találtunk egy üres temazepamos üveget. Kitty Pottinger nevén. Nem én írtam fel azt a szert, tudnia kell. Ezt kérdezze meg az ő orvosától. Kenny volt az iszákosabb, Kitty inkább... gyógyszerimádó. Altató, nyugtató. Nem is egyszer próbáltam lebeszélni róla. Ohó, szép volt, Mrs. Fox! Igazán első osztályú volt. Jól el vannak eresztve. Azt hiszem, ingatlan ügynökök. Úgy tudom, szó volt róla, hogy Kitty megveszi a szállodát, és... Dr. Denby, azt hiszem, megint kificamodott a bokám. Elnézést. Hív a kötelesség. Mrs. Fox! Joyce! Hm? Joyce. Jól vagy? Remekül. Mert ha nem vagy jól, akkor már is... Pakolunk és hazamegyünk. Felesleges, Tom. Nem tudsz eltéríteni. A következő a tengeri iszappakolás lesz. Hát, ha úgy akarod... Úgy bizony. Tudod, mit hallottam? Florence azt mondja, tudod, a lány, aki a kamránál dolgozik, hogy Archboldék tönkre mentek. Ezt a helyet napokon belül bezárják. Kenny és Kitty Pottinger. A tanúk szerint tegnap veszekedtek az ebédlőben. Igen, én is ott voltam, és hallottam egy kocsit elmenni az éjszaka közepén. Az valószínűleg Kenneth Pottinger volt. Hajnali 2:32-kor. Nem akarja feljegyezni, Jones? Igen, 10 perccel azelőtt, hogy SMS-t küldött. Uh-huh. Híresen jókat veszekednek, főleg néhány pohárka ital után. Tehát Kenneth Pottinger részegen tér vissza az ivóból. A vacsoránál összevesznek, felmennek a szobába, megisszák a vodkát, a vita elfajul. Nem csodálom. Kenneth elviharzik, a nő bekapja a piruláját. És a lebegőkamrához indul. Állítólag az volt a kedvence. Utálom a sikert. Ó, ez Luke Archbold, vele még nem beszéltem. Nem beszélne vele, uram? Még nem végeztem az éjszakai történésekkel. Hát hogyne? Ha én volnék a nyomozásvezető, Jones... Én megkeresném Kenneth Pottingert. Igyekszem, uram. Mondom neki, ezt nem vehetett komolyan. Igazad van. Megiszem azt. Na mi lesz már? Mondtam, hogy itt délre rendnek kell lenni. Hiszen Árcsból. Mondja. Hogy kerül egy birkanyáj véletlenül ide? Én ne... Megmondom. Ide hozták. Szabotás. Beszélhetnék önnel Pottingerékről? A lebegő kamrát este 8-kor bezárják. A vendégeket figyelmeztetjük, hogy felügyelet nélkül nem használhatják a berendezéseket. Ha úgy látja, hogy a biztonsági előírásokat megszegtük, akkor ez... Engem nem az előírások érdekelnek, Mr. Archbold, hanem az, hogy vajon hogyan és miért halt meg Kitty Pottinger. Miért? Csak nem azt mondja, hogy meggyilkolták.
Az Isten szerelmére kérem ezt, nehogy elterjessze. Más nem is hiányozna. Van fogalma, hogy Kitty Pottinger hol lehet? Valószínűleg az egyik golf cimborájánál. Ilyenkor rendszerint oda megy. Máskor is faképnél hagyta az asszony? Persze, de másnap többnyire visszajött behúzott farokkal. Kenny az úton se tud átmenni, anélkül, hogy Kitty kezét ne fogná. Már csak ezt hiányzott. Hey! Hey! Várjon! Várjon! Nézze! Nézze! Már megmondtam magának, hogy nem léphet be a területre. Az én telkemen van. Nem egészen. Az ügyvédem informálta önöket. Magának nincs joga itt áthaladni. Akkor hogy közelítsem meg a saját házamat? Kit érdekel? És maga? Figyelmeztetem, hogy ez az ember egy rendőrtiszt. És panaszt emelek nála a szüntelen birtokháborítás miatt. Nem is beszélve a birka invázióról. Szép szó, Luke fiú. Én bizonyítani tudom, hogy maga tette. És hogy bizonyítja? Új lenyomatot vesz a birkáktól? Miért ne? Minden máson is rajta van. Igaz, Miranda? Itt képzel! Keresztel! Keresztel! Maga rá a tanúm, Barnaby! Megtámadott engem! Azonnal tartóztassa le! Menjen, támadás és tetlegesség! Fel fogom jelenteni! Az óra ketyeg, Archibald! Magának vége van! Luke Archibald talált egy jogi kiskaput, miszerint nem közelíthetem meg a saját házamat. Ó, tehát ez az oka a maguk közti konfliktusnak. Ez csak a jéghegy csúcsa. Phoebe örökölte a birtokot 30 éve. A családé volt, és imádta, de nem volt pénze, nem tudott ide költözni. Akkoriban nekem volt. Ezért megvettem a vörös házat, és így ő itt maradhatott. Szó se volt úthasználati jogról, hiszen jó barátok voltunk. Voltak? Mikor Luke megjelent, minden megváltozott. Az ő ötlete volt, hogy cirkust csinál a birtokból. És önnek mi a szerepe mindebben, Mr.? Nyírom a füvet, bevásárolunk. És főleg olvasok. Nekem dolgozik. Phoebe-nek is segített, de Luke véget vetett neki. Szeret kérdezősködni? Uram, ha netán nem hallotta volna, egy vendég meghalt éjjel a szállodában. Kicsoda? Kitty Pottinger. Ez szörnyű. Nem csoda, hogy Luke kissé durtás. Oda a húsos fazék. Elég volt, Carter. Mi történt? Még nem tudhatjuk. Tehát láttak vagy hallottak valamit az elmúlt éjjel? Én nem, a városban lakom. Én pedig dolgoztam. Olyankor semmit se hallok. Miféle munkáról van szó, Miss Bedford? Író vagyok. Ah. Miss Bedford regényt ír. Az életművét. Már 30 éve. 30 év? Ó, hosszú könyv lehet. Az ilyen mérvű odaadás napjainkban ritkán, nem gondolja? Nos, szerintem az, de hát én csak a füvet nyírom. Szerintem maga annál sokkal több, uram. És ez a kedélyére is vonatkozik, amit megzabolázhatna. És akkor még nem is beszéltem a birka invázióról. Mindenkitől meg kell kérdeznem, hogy hol volt az este folyamán. Úgyhogy kezdjük talán 8 órától. Ó, várjon csak. Uram! Uram! Felhő.
Felhő. Elnézést, hogy megzavartam. Van egy perce? Éppen Kitty Pottingerre gondoltam. Szomorú, olyan kedves hölgy volt. Az ügyfele volt? Igen. Már első alkalommal láttam az auráját. Jól kivehető volt. Felhő, amikor az én aurámat látta, mondott valamit az apámról. Most ne beszéljünk róla. Túl sok itt a negatív energia. Majd holnap, jó? Jó napot, uram! Jó napot magának is! Mit adhatok? Mit ajánlana? Ránézésre, uram, maga a gyógyszállodából szökött ide. Nos, a fején találta a szöget. Egy pint Old Carmagent ajánlok, 5%-os alkohollal. Higgy el, hogy Kenterbe veri a szójababot. Ez nagyszerűen hangzik. És ha harapna is valamit, van egy mérgező étlapunk. Ó, köszönöm. Pilszín szelet, sült krumplival, bundás alma tejföllel. Nos. Ne törődjön velem, szabadnapos vagyok. Miért is ne? Egyszer élünk. Nagyon helyes. Ez a ház nem tartozik a szállodához, maradjon kívül. Mit akarsz? Engedj be, kérlek. Ha Luke meglát itt, akkor megöl. Jól vagy? Aggódom, Miranda. Aggódom a helyzet miatt. Te aggódsz? Ez jó. Jó, félek. Félek tőle, hogy Carter csinál valamit. Micsodát? De hát tudod, hogy milyen hirtelen természetű az Istenért? Ma megtámadta Luke-ot? Nem, Luke támadta meg Cartert. És Carter megverte Julient az ivó előtt. Részegek voltak. Nem volt más, mint sok hűhó semmiért. Carter azt mondta, hogy megöli Luke-ot. Marhaság. Ott voltam, és hallottam. Carter okos, csak az egyik arcát mutatja. A valódit soha nem láttad. Uram, én ugyanezt tudnám mondani Luke-ról. Bárcsak Magnus élne még. Egyetértünk, Phoebe. Régóta nem hívtál így. Igazán? Lehet, hogy... Mire gondoltál? Semmi, ne törődj vele, hülye vagyok. Jobb, ha elmegyek. De Magnus, Phoebe első férje tényleg remek fiszkó volt. Ez még maga előtt volt, Julian. Mielőtt gyógyszállót csináltak a birtokból. Magnus, hozzak még egyet? Magnus a városban dolgozott. És túl sokat, mert egyszer csak holtan esett össze. Talán 5 éve lehet. Nem sokkal azután Luke Archbold lépett a színre. Elkapta Phoebe frakját. Azaz, inkább csak a pénze kellett neki. Jó, meg lehet. Jó napot, Carter. A szokásos az? Igen, köszönöm. Milyen furcsa szög lett hirtelen. Hogy van a szene, Julian? Ne feledjék, hogyha összekapnak, mindkettőjüket kitiltom. Jól van, Clark, én kimegyek. Hozza ki a sörömet. Rendben. Úgy is mennem kell. Kösz, Julian. Remek volt. A múltkor összecsaptak kint a parkolóban. Ez a Carter rendes fiszkó, de... ha rájön a hoppári. Milyen gyönyörű nap! Itt nem szabad beszélni. Bocsánat. Sörszagot érzek.
Ezen a gyönyörű helyen az képtelenség. Elmentél az ivóba. Nyomozást folytattam. És ebédeltél. Bélszint és sült krumplit. Bocsánat. Te mit csinálsz? Meditálok. Próbáld ki. Hunyd be a szemed. Koncentrálj a lélegzetre, és próbáld kiüríteni a fejedet. Barnaby. Indulok. Mi történt? Szörnyű dolog történt. Megint. Ó, Istenem. Amikor felébredtem ma reggel, és még mindig nem volt sehol. Segíthetünk valamit? Aj, nem, köszönöm. Florence gondoskodik róla. Majd később beszélgetünk. Azonnal jövök. Uram, várjon! Lehet, hogy nem fontos, de... Tessék, folytassa. Mrs. Archibald azt mondta, aggódik amiatt, hogy Carter Smith esetleg elkövethet valamit Mr. Archibald ellen. Tegnap Miss Bedfordnál járt, hogy megbeszéljék, de nem tudom, mi történt, mert utána ideges volt. Gondoltam, nem árt elmondani, mert... Talán ő nem fogja. Jól tette. Nagyon helyes, hogy elmondta. Köszönöm. Szívesen. Beszéltem a gyártóval. Küldenek valakit, aki ért az ilyesmihez. Hogy megtudjuk, hozzányúlt-e valaki. Aztán beszélek Mr. Univerzummal. Ő vezeti a termet. Velem tart? Engem akarnak hibáztatni. Miért, Julian? Mert az én dolgom a felszerelésre ügyelni. Mondtam a főnöknek, hogy szerezzen megfelelő embert, mert Carter nem válik be. Carter Smith? Igen, ő volt a karbantartó. Ő ért az ilyesmihez, de nekem nincs műszaki érzékem. Én az emberekhez értek. Mert ez az edző dolga, a kontaktus. Most pedig bezárják a szállodát. Mrs. Archibald nem mondott róla semmit? Nem, Julian, nem mondott. Most mehetek vissza a nánitomba. Julian, elnézést! Ó! Szép. Ez Carter Smith-től kapta? Meg lehet. Miért verekedtek? A habókos Mirandáról beszéltünk. Mi van a habókos Mirandával? Van neki egy híres könyve. Tréfáltam egyet, ez minden. Julian, muszáj lesz még beszélgetnünk. Ne aggódjon. Nem megyek vissza nánitomba. Csak ha muszáj lesz.
Azt mondta, hogy Carter kirohant Luke Archbold ellen? Igen, túl könnyen elkapja a harctéri idegesség, és korábban is fenyegette Luke-ot. Vita van az út használatról, uram. Nem ez volna az első eset, hogy ilyesmi miatt ölnek, és Carter ismeri az edzőterem berendezéseit. Azt hiszem, itt többről van szó, mint út használatról. Mire gondol? Engem érdekelne Miranda Bedford könyve. Annak mi köze van mindehez? Semmi nyoma nincs Kenneth Pottingernek? Nincs. Gyakran eltávozik valami tivornyára, aztán behúzott farokkal tér vissza. Mindenkiről tudja már, hogy hol volt aznap este? Majdnem. Miért? Nehezen megy. Mert? Mert az elmúlt éjszakáról ugyanazt kell összeszedni, igaz? Igen? Igen. Maga vezeti a nyomozás, Jones. Na, gyerünk. Köszönöm. Nagyon kedves. Biztosan jól van. Majd beszéljünk. Még találkozunk. Mi baja van Mrs. Foxnak? Felvandulva Luke halála miatt. Nyilvánvaló. Miért nyilvánvaló? Mert nyilvánvaló, hogy ugyancsak vonzódott hozzá. Ó. Azt hittem, egy rendőr, jó megfigyelő. Tele volt a fejem egyéb dolgokkal, Joyce. Azt hiszem, el kell mennünk. Úgy bizony, és sajnálom, Joyce. Nem, én sajnálom. Csak egy lazító hétvégét akartam, és az emberek hullanak, mint a legyek. Becsomagolok. Várcsak, Tom! Mrs. Fox azt mondta, hogy beszéltél neki az apádról, mikor azt hitted, hogy én vagyok az. Miről volt szó? Ó, semmiről, semmi különösről. Majd később elmondom. Nem akarok krokodilkönnyeket hullatni, mert ki nem állhattam Luke-ot. De Phoebe-t sajnálom. Hol van Carter? Fogalmam sincs. Nem vagyok a gazdája. Bármit is mondanak, Carter Smith-szel szigorúan plátói a viszonyom. Csak barátok vagyunk. Igen, tudom, mit jelent ez. Könyvekről társalgunk. A maga könyvéről? Hát persze. Régi szép idők, ahogy elnézem. Igen, az volt. Beszélt Phoebe-vel a könyvéről? Régebben igen. De mikor Luke színre lépett, minden megváltozott. Igen, értem. Phoebe hozzáment Luke Archboldhoz, maga pedig összeállt Carter Smith-szel. Nem álltam össze vele. Alkalmaztam. De a két dolognak semmi köze egymáshoz. Tényleg semmi? Pontosan mi az, amire kíváncsi? Phoebe Archbold átjött magához tegnap délután, igaz? Igen, és? Nem beszélt róla, hogy Carter fenyegeti Luke-ot? Ez merő ostobaság. Tényleg? Hallottam, amikor Carter azt mondta Luke-nak, hogy a napjai meg vannak számlálva. Úgy értette, hogy itt a hotelban. Csődbe mentek, nem tudja? A gyógyszálló megbukott. Ez igazán ok lehet az ünneplésre, nem? Hiszen most már zavartalanul dolgozhat a könyvén. Istenem! Csak nem azt hiszi, hogy Carter vagy én okoztuk Luke halálát? Semmiféle sérülés nincs rajta. A légút eltömődött, a tüdő teljesen megtelt folyadékkal, ami arra utal, hogy a halál oka fulladás. De a labor szerint jelentős mennyiségű alkoholt fogyasztott és benzodiazepint. Az mit jelent, George? Azt jelenti, Tom, hogy e percben nem tudom megmondani, hogy baleseti halál volt vagy nem. Na és ő? Hirtelen fulladásnak tűnik a mellkasra nehezedő nyomás miatt. Még nem fejeztem be a vizsgálatot. Annyi szent, hogy az eféle sérülésről nehéz biztosat mondani. Ez nagyon hasznos volt, köszönöm. Szóval sem érdemel. Uram, jelentés az üres üvegről. Ne mondja. Nincs új lenyomat, nincs semmi. Teljesen megpucolták, még belülről is. Belülről? A poharakat is. Tudja, mit gondolok? Meséljen, Benjamin! Kiöblítették, hogy ne találjuk meg a temazepán nyomokat. Kitty Pottinger vodkát ivott, a gyógyszerével keverve. Vagyis Kenny Pottinger a főgyanúsított. Megvan az eszköz, az alkalom és az indíték. Igazán van?
Itt vagy, Tom? Mintha megártott volna neked ez a gyilkosság. Elmegy Mrs. Barnaby? Igen. Tom nem akarja, hogy a végén én legyek a gyanúsított. Lehet, hogy csak én látom úgy, de mintha nem lenne önmaga. Azt hiszem, aggasztja az alkalmassági vizsgálat. Sosem ismerné be. És itt ez az egész környezet. Igen. Furcsa ügy. Megválaszolatlan kérdésekkel. Nem a holtakról beszéltem, hanem az új idők szeléről. Ó. Nem az ő világa. Hát igen. Mit csinál? Ha tisztán akar látni valamit, az ellenkező irányba kell néznie. Ezt mondja a zen. Ah, természetes. Pst. Sötét foltok vannak az auráján. Zaklatottan gondol az apjára. Közeleg a születésnapja. Éppen annyi idős lesz, mint az apja volt, mikor meghalt. Igen, látom. Az apja a születésnapján halt meg, és fél, hogy most magán a sor. Ezt honnan tudja? Vizet látok. Mit? Nem, eltűnt. Várjon, mondott valamit a vízről. Mi volt az? Mennie kell. Mi pedig csomagolunk. Mrs. Archbold bezárja a hotelt. Kérem a tisztelet díjamat. Uram! 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 Mi történt, Ross? Részletesebben. Ez a rögzítőtárcsa is hiányzik az erőgépről. Enélkül végzetes. De jól van? Nyúzottnak látom. Teljesen jól vagyok. Még valami? Igen. A recepció szerint eltűnt egy kulcscsomó. Miféle kulcsok? Mindenhová, az egész házhoz, az edzőtermet is beleértve. Szerintem kutassuk át Carter Smith házát és Miranda Bedfordét úgy szintén. Jó, rendben. Kérvényezem a házkutatásit. Jó, feltétlenül. Igen. Várjon csak, Jones. Kenny Pottinger kocsija. Mi van vele? Hát meg kéne keresni. A környéken? Igen, talán 3 kilométeres körzetben. Hallottam egy kocsit, de nem biztos, hogy feltétlenül Kenny Pottinger vezette. Szerintem valaki el akarja hitetni, hogy aznap elszökött. És az SMS aláírása... Kenneth volt. Mindenki Kennynek hívta. Igen. Aki a kocsit vezette, az küldte az üzenetet. Gondolja, hogy ittenítette? Sok mindenre gondolok. Elnézést. Ugyan, nincs semmi baj. Jöjjön csak. Hogy van? Nos, tudja,
mintha valamiféle álmot látnék. Nagyon rossz álmot, és meg kellett mondanom a személyzetnek, hogy bezárunk, vagyis elveszítik az állásukat, pedig annyira megértőek voltak. Valaha ez volt a konyhakert. Mirandával sok időt töltöttünk itt. Az első férjem Magnus gyakran volt üzleti úton. Én neveltem a gyerekeket. Miranda írt, vagy az írásról beszélt. És itt együtt gyomláltunk. Ez volt életem legboldogabb időszaka. Szia, Káli, micsoda meglepetés. Na hát, papa, ez nem volt túl meggyőző. Ja, elnézést kérek, ne haragudj rám, kérlek szépen. Jones, segíthetek magának? Csak szeretnék valamit megbeszélni önnel, uram. Elnézést, hölgyek. Holnapra meg lesz a házkutatási. Igen, és? Nos, az estéről, amikor Kitty Pottinger meghalt, igen? Nem vágnak egybe a vallomások. Mert Julient, az edzőt, látták a Vörösháznál este 10 körül, de ő azt mondja, hogy Luke Archibaldnál volt. És Natasha Fox azt mondja, hogy a szobájában volt, de a személyzet egyik tagja azt mondta, kérdezzem tovább. Az a helyzet, hogy nem kérdezhetem meg Luke Archibaldot, mert már kihűlt. Jones, mindent én csináljak maga helyett. Semmi nyoma Kenny Pottingernek? Nincs. Még nincs semmi. És a kocsia? Keressük, uram. Ah. A szülinapi partidról beszéltünk, papa. Miről? Vicc volt. Ah. Így el egy kortybort. Na jó, azt szívesen. Mi újság van, Tom? Hogy mi újság, Joyce. Minden a legnagyobb rendben. Jobb már nem is lehetne. Köszönöm. A rendőrség. Soha nem lesz már nyugalom. Hosszú tömötsal van, szánalmasak. Ne kapja fel a vizet, Carter. Jones őrmester a Coastoni rendőrségtől. Házkutatási parancsunk van. Mit gondol, mit fognak találni? Gyilkosság történt, Miss Bedford. Gondolom, nincs más választásom. Tényleg nincs. Érezze jól magad, Barnaby. De tudja, hogy mi a véleményem az egészről, úgyhogy én megyek. Mr. Smith? Carter, ne! Mr. Smith, be kell néznem a kocsiába, mielőtt elmegy. Kérem, mondtam, hogy át kell néznem a kocsiját. Miss Bedford, szabad?
Kérem a kulcsot. Ó, tehát valóban létezik a könyv. Természetesen. Gyönyörű a kézírása. Hillary, ő a hősnője? Az egyik főszereplő. Igen. És mi történik vele? Ami azt illeti, börtönbe kerül. Gyilkosságért. De természetesen ártatlan. Persze. Ó. Érzi? Uram! A rögzítő tárcsa. Épp olyan, mint ami hiányzott a gépből, ami Luke Archboldot megölte. Na, megrongáltam a gépet, aztán eldugtam a terhelő bizonyítékot a kocsimban. Zseniális gyilkos vagyok. Carter! Uram! Tessék! Aha! Egy jókora kulcscsomó. Szolárium stúdió. Edzőterem. Úgy tűnik, hogy a szálloda kulcsai. Ismerősek a kulcsok? Soha se láttam. Nekem igen. Ne aggódjon. Visszaadtam Luke-nak, amikor kirúgott. Sajnos ő már nem tudja alátámasztani, igaz? Meg akarnak gyanúsítani? Ez felháborító. Ezt majd odabent megvitatjuk, jó? Carter Smith, Miranda Bedford, letartóztatom önöket, mert... Várjon! Mrs. Smith, mikor az ivó előtt megverte Juliet? Mi van vele? A Chattopadhyay Miranda könyve miatt volt, igaz? Igen, valami olyasmi. Juliet azt állította, hogy az a könyv, az nem is létezik, ugye? Uram! Várjon, várjon! Mr. Smith. Rossz a memóriám, különben is ittam előtte. És soha nem beszélne az én művemről senkinek. Igaz, Carter? Mrs. Smith, ha nem működik együtt velünk, annyi terhelő ténnyel viszem be a kosztani őrsre, hogy beleszédül. Megtámadott egy rendőrt, birtokháborítás, gyilkosság vágya. Jól van, jól van. Mondtam Juliennek, hogy olvastam a könyvet. És? És azt is, hogy majdnem készen van. És hogy Miranda hol tartja a kéziratot. Jaj, Carter! Sajnálom, de nem tehettem egyebet. Még a saját nevét se tudja leírni. Mégis miféle jogon gyalázza magát? Itt végeztünk. Köszönöm. Kérem, ne haragudjon rám. Nagyon sajnálom. Uram, nem engedhetjük el őket. Kitty Pottinger, Luke Archbold halott. Megkapták, amit akartak. A szállónak vége. Phoebe Archbold nem bolygatja az út használatot, és... nyilvánvaló bizonyítékokat helyeznek el a kezünk ügyében, jól átgondoltam. A gyilkosok bepánikolnak, ostobaságokat követnek el. Hányszor láttunk már ilyet? Jones, Kitty Pottinger és Luke Archbold halálát kitervelték, és végrehajtották. A pillanat heve szóba sem jött. És mi a helyzet Mrs. Bedford könyvével? Jones! Rendben. Köszönöm. Nos, egy dologban igaza volt. Kenny Pottinger kocsijában. Az erdőben van néhány kilométernyire. Nyitva van. Menjetek arra! Slusszkulcs a helyén, és egy mobil. Nyissa ki hátul. Golf cucc. Hát persze. Tessék? Kennynek golfoznia kellett volna a hétvégén, de végül nem jött össze. Tehát aki preparálta a vodkát,
Azt hitte, hogy Kitty egyedül lesz. És bedrogozta Kennyt is. Maga azt mondta, hogy ellentmondásosak a tanúvallomások, ugye? Igen. Natasha Fox azt mondta, aznap este a szobájában volt, de nem volt ott senki, mikor a szobapincér felvitte a mindennapi szokásos kamilla tejáját. Ennyi? Nem. Julian az edző azt mondta, Luke Archbolddal volt, de Angela Demby szerint Miranda Bedford házánál ólálkodott. Milyen Angela? Demby. Alkalmazott. Kótyagos felhőnek nevezi magát. Demby? Nem Dembynek hívják az orvos? De. Ő a lánya. Ó, hogy az a magasságos. Mi baj? Semmi. Maga menjen Natasha Foxhoz, hát ha hazudott. Én pedig beszélek Julian Woodley-val. Ó, a francba, Demby! Jó napot, Julian. Mrs. Fox, egy pillanatra. Julian, gyilkosság történt, hadd mondjak valamit. Ha hazudik nekem, akkor maga egy gyilkosság bűnrészese lesz. Ha nem a szobájában volt, akkor hol? Vagy szervezzek egy hivatalos kihallgatást? Nos, Luke-kal voltam. Luke Archbolddal? Igen, a férjemmel. Mit mondott? A volt férjemmel. Elhagyott Phoebeért, mikor elfogyott a pénzem. De visszajött hozzám. Mert csak én voltam fontos neki. Várjon! Carter beszélt Habókos Miranda könyvéről. Hogy majdnem készen van, több ezer oldal kézírással. És hogy egy öreg széfben tartja. Én elmondtam Mr. Luke-nak. És azt akarta lopjam el. Egy lepedőt kínált, de nem akartam megtenni, esküszöm. Sose loptam el semmit, csak segítőkész voltam. Elnézést. Barnaby. Micsoda? Luke exneje. Aznap, amikor Kitty meghalt, az egyik üres szobában kavartak, de amikor elment, látott valami nagyon érdekeset. Látta Phoebe-t. Jó, figyeljen. A következőt csináljuk. Pontosan mit is keresnek? Csak egy utolsó pillantás, mielőtt elmegyünk. Távoznak? Igen, a munka véget ért. Mostantól a Coastoni kapitányságról irányítjuk a nyomozást. Szóljon az embereinek, Jones. Igen, uram. Viszlát. Viszlát. Mrs. Archbold beszélt a férje önnek Miss Bedford könyvéről. Mi van a könyvével? Hogy el akarta lopni. Hogy micsoda? Ez az ajtó pár napja zárva van, nem? Igen, mert valami probléma volt a szoláriummal. Van hozzá kulcsa? Van, de nincs nálam. Na. Mit is mondott Miranda könyvéről? Ó, semmi, csak szóbeszéd volt. Biztosan butasság. Biztosan? Köszönöm a segítségét, Mrs. Archbold, de bocsássa meg, muszáj egyet telefonálni. Igen, persze. Az irodában vagyok, ha kellek. Thank you.
Segítsen, kérem! Segítsen! Nyugalom, biztonságom van! Kérem, segítsen! Nem ütöttem elég nagyot, igaz? Amint Kitty Pottinger érdeklődni kezdett a hotel iránt, tudtam, hogy előbb-utóbb nekünk annyi. Mirandának is. A gondolat, hogy az a nő dirigálni fog az én házamban. És úgy is lett volna. Tehát úgy döntött, hogy megöli. Igen. Mindig nyitva tartottam a levegőkamrát ő létiségének, mint a féle fontos vendégnek, és egy este úgy telenyomta magát a drogjaival, hogy alig tudott menni. Aznap eszembe jutott, hogy Luke nemrég azt mondta, meg akarja venni a hotelt. Csak hogy Kenny útban volt. Igen, de tudtam, hogy hétvégén golfozni megy. Feloldottam Kitty temazepamját a vodkában, és ott hagytam, tudtam, hogy nem tud neki ellenállni. Aztán rájöttem, hogy Kenny visszatért. Visszasiettem a szobába, hogy elhozzam a vodkát, de már túl késő volt, kinyitották. Ah, jó estét! Jó estét! Csak érdekel, hogy parancsol-e valamit? Talán később lebegnék egy kicsit. Hát persze, természetesen, ahogy óhajtja. Azt mondta, hogy majd később telefonál. És aztán úgy is lett. Oh. Ezt tegyük a feje alá. Ó, oh, milyen jó. Így jó, Mrs. Pottinger. De Kenny nem volt sehol. És felötlött bennem, hogy itt van az ideje. Ha, hol van az én kis cicám? Ezért rögtönöznöm kellett. Mr. Pottinger, zavarja a vendégeket. Maga csupa víz lett. Milyen csinos. Tudja, én nem mindig is vonzottam magához. Na hát... Ez kedves. Olyan. Csak hogy nem itt. A szoriban? Figyeljen bele. Nos, ezt legalább újtosság. Ne, várjon egy kicsit. Csak előtte leveszem ezt a vizes homit. Tele vagy meglepetésekkel. Még végeznem kellett Kittyvel is. Kenny volt soron, de eszembe jutott, hogy el kell tüntetnem azt az átkozott vodkát. A Mrs. Fox meglátta magát. A volt feleség. Hát nem fura az élet. És mire visszament a szoláriumba, Kenny Pottinger már nem volt ott, igaz? Nem. És pánikba estem. Kenny kocsiját elvittem az erdőbe.
Küldtem Kittinek egy üzenetet a mobiljára, de minden összegabajodott, meg kellett találnom Kennyt. Aki össze-vissza kóborolt súlyos alkohol és gyógyszermámorban. Zseblámpával próbáltam keresni. A szivattyúház mellett ráakadtam, de nem volt tapintható a pulzusa. Azt hittem halott. Nagy darab ember volt. Alig bírtam beráncigálni őt. És amikor Luke azt mondta, el akarja lopni Miranda kéziratát, hogy élete munkája elpusztuljon és megszabaduljon tőle. Istenem, tényleg akkor jöttem rá, hogy Luke-nak is mennie kell? Egyszer az edzőteremben voltam, amikor Carter Luke-nak magyarázta, hogy a gép hogy romolhat el, ha nincs karban tartva. Onnan származott az ötlet. És könnyű volt a bizonyítékot elhelyezni. Túl könnyű. Én pontosan ugyanezt tudom mondani Luke-ról. Reméltem, hogy azt fogják hinni, Carter hagyta a kincset a Vörösházban. Nem akartam Mirandát belekeverni. Bár csak Magnus még élne. Egyetértek, Phoebe. Mikor Luke elmondta, hogy Miranda könyve tényleg létezik, megbántam, igen, hogy kételkedtem benne. Gondoskodni akartam róla, megérti? Mindig is azt tettem. Mikor boldogok voltunk. Mikor mindenki boldog volt. Annyira sajnálom. Bízhattam volna benned. De mikor Luke azt mondta, hogy ellopja a kéziratot... Az se számított volna. Carter naponta készít másolatot az oldalakról. Tényleg? Persze. És már egy éve készen van. Azóta csak javítgatom. Eladtam a könyvet, Phoebe. Nagyon sok pénzért. De Carter azt mondta Juliennek, hogy... Hajlamos a túlzásokra. Túl sokat olvas. Szerettem volna, ha minden olyan, mint amilyen volt. Úgy lesz. Bármeddig tart is. Én itt leszek. Miről szól a könyv? Rólunk. El kell varnom egy szálat. Adj. Jó napot, Angela! Zárva vagyunk. Már nincsenek kezelések. Jaj, milyen kár! Az kár. Úgy értem, ami magát és az apját illeti. Pedig milyen jól összejátszottak. Nem tudom, hogy érti. Nem tudja. A vendég bejelentkezik, elbeszélget az apjával, és kiszolgáltatottá válik. És olyasmit is elmond neki, amit a saját orvosának sosem, ahogy én is. Éppen ezért, Miss Denby, maga hallott az apámról. Üljön le. Üljön le.
De... A születésnapján halt meg. Ezt elmondtam az apjának. A víznél. Egy folyónál. Nem, egy tónál. Egy nagy tónál. Gyönyörű nap volt. Egyedül volt, mikor meghalt. Maga nem volt ott. Senki se volt ott. Ezt nem mondta el az apámnak, ugye? Nem. Joyce, emlékszel, amikor az apám meghalt? Hát persze. És megkért, hogy menjek vele horgászni. Minden születésnapján így volt, kölyök koromban. És sok-sok évvel később megint megkért rá. De éppen összekaptunk valamin. Ezért nehezteltem rá, és azt mondtam nem. És elmentem veled ebédelni. Azt gondolod, hogy ha aznap mellette lettél volna? Tehettem volna valamit. Ez sokszor eszembe jut. Tom, az apád súlyos agyvérzést kapott. Nem segíthettél volna. Mondhatsz, amit akarsz, de mégis bűntudatom van. És nagyon elszomorít, hogy az utolsó szavak, amelyeket az apámhoz intéztem, nem voltak szeretetteljesek. És aztán hirtelen szöget ütött a fejemben az a gondolat. Milyen gondolat? Az a gondolat, hogy akkor halok meg, amikor az ő korát elérem. Oh. És kétségtelen, hogy pár hete kezdtem érezni fejfájást, és az Isten tudja, hogy még mit. Miért nem mondtad el nekem? Azért, Joyce, mert nevetséges. Nevetséges, alaptalan marhaság. Vagyis ember vagy, mint bármelyikünk. Igen, bevallom. Kérlek, legyen holnap készenlétben egy orvoscsoport. Holnap? A születésnapodon. Ó, nem felesleges. A fájdalom elmúlt, és remekül vagyok. Talán mert átmentél az alkalmasságin. Igen. Papa. Tom! Ó, Isten útjai kifürkészhetek. Köszönöm. Ó, pezsgő! És az orvosi alkalmasság is átment. Szeretném elmondani a saját pohár köszöntőmet, ha szabad. Nos, én szeretném bennel kezdeni. Miért nem hagy inkább a végére, uram? Köszönöm magának a hűségét és a türelmét. Különösen az utóbbi hetekben, amikor nem volt könnyű együtt dolgozni velem. Azt mondta, hogy hetek. És George-nak a remek humorát és példás szakértelmét. Sok érdekes emberrel találkoztunk, igaz, George? Többnyire holtokban. És persze az unokatestvéremnek, Johnnak, akit most helyeztek át Nixonon. Remélem, a helyiek megzabolázzák gyilkos hajlamaikat, amíg itt lesz. Kétlem. És végül Joyce-nak és Kalinak. Köszönöm a kifogyhatatlan szeretetet és támogatást,
Az éjszakai hívások ellenére. Kihűlt vacsorát. Megzavart nyaralásom. Stb. Mindenkire. Egészségünkre. Egészségünkre. Ugye nem haragszol, megérte Tom. De ez úgy hangzott, mint egy búcsú beszéd. Helyben vagyunk, George, mert azt akartam mondani, hogy Joyce-szal együtt hosszú vakációra megyünk. Viszont én, vagyis mi úgy döntöttünk, hogy ez a nyaralás korlátlan időre szól. Ezt pontosan hogy értjük? Ez azt jelenti, őrmester, hogy nem jövök vissza. Nyugdíjba megyek. Hogy jutott eszébe? Nos, történt valami a közelmúltban, ami arra késztetett, hogy alaposan átgondoljam. Barnaby felügyelő? Igen. Papa, a tiéd. Gondolom nem én. Azt hiszem, a másik Barnaby felügyelőnek szól. Maga tudott erről? Nem, meglepett. Barnaby vagyok. Rendben. Indulok. Bocsánat, hogy ünneprontó vagyok, de a Badgers Drifti papot a harangkötélre akasztva találták. Őrmester, megmutatná az utat? Nehogy eltévedjek. Hogyne, uram. Jó ét. Köszönöm. Jól esik. Stevens. Ó, az akó. Igen, az akó. Uram. Nos, szerintem rám is szükség lesz. Jó pihenést. Köszönjük, hogy eljött. Minden jó. Minden jó. Viszontlátásra. Viszontlátásra. Én vezetek, uram. Jó, rendben. Viszontlátásra. Nagyon furcsa. Az bizony. Nos, papa, most mi lesz? Mi lenne? Most jön a habatortán, és kiélvezem. A szinkront az SDI Media Hungary készítette.